Jó reggelt kívánom! Tiszta vizet akar önteni a pohárba a DK, ezért országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek arról, hogy ne csak a rezsicsökkentés, de a különböző költségek növekedése is jelenjen meg a számlákon. Varjú László pártigazgató a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ezt hogy képzeltek el pontosan? Gyakorlatilag, hogyha megnézzünk itt egy előttünk is meglévő számlát, amire a Fidesz kötelezte a szolgáltatókat, hogy írják rá, hogy a rezsicsökkentésnek hívott szemfényvesztés keretében mennyi az, amit jóvá írtak lényegében a fogyasztó számára. De azt is látni kell, hogyha valaki befizeti a számláját, és mondjuk ezt a 300 forintot, amit neki éppen itt jóvá írták, ezt a 300 forintot, hogyha a fizetését bankkártyával veszi fel az automatából, akkor lényegében ezt a 300 forintot be is fizeti az államnak adó, az új adó címen, amit ugyanez a kormány vetett ki. Bocsánat, miért pont 300 forintról beszél? Ugye vannak, akiknek ez lényegesen több lehet, amit rezsin valóban megtakarítana. Igen, és ugyanígy többet is fizet be, akár az említett tranzakciós adónyomán, akár pedig más adójog címeken. Az látható, hogy az elmúlt hónapok tapasztalata most már számokkal is alátámasztva mondja, hogy minél szegényebb a család, annál rosszabbul jár. 3-4-szeresét, sőt, legrosszabb esetben 5-szeresét fizeti be plusz adóként az államnak, mint amennyit egyébként itt jóváírnak a számára. Éppen ezért, hogy ez világos legyen az embereknek, hogy igenis, mennyi az, ami jól vagy jobb, rosszabbul jár ebben a történetben, ezért ne csak a fogyasztói számlára írják ezt rá, hanem például a banki vonatra tüntessék fel, és tessék észrevenni azt, hogy mennyivel többet kell ma befizetni az államnak, akkor, amikor erről beszélnek. Egyébként vannak bankok, amelyek ezt fel is tüntetik a kivonaton, és szerepel a tétel, hogy tranzakciós díj, és akkor ott van, hogy az mennyi volt. Ezt nyilván bank válogatja, az enyém például küldött már nekem ilyen számlát, amin ez rajta van. Na de hogy függ össze konkrétan a rezsicsökkentés, konkrétan a tranzakciós díjemeléssel, hiszen ugye a rezsit azt a szolgáltatók csökkentik, a szolgáltatókat kényszeríti az állam, hogy kevesebb profitot vágjanak zsebre, nem azt a pénzt szedik be aztán tranzakciós adó formájában. Két dologban biztosan összefügg. Az egyik az, hogy lényegében ahhoz, hogy ilyen kedvezményeket lehessen biztosítani, ahhoz az állam az kifejezetten plusz adókat vetett ki azért, hogy például a távhő szolgáltatóknál, ugye akár most Budapestet nézzük konkrétan, 16 milliárd forint értékű kompenzációt kell biztosítani azért, mert erre kötelezték őket. Tehát lényegében az történik, hogy az állam itt egy kicsit ad, ráadásul azoknak ad kevesebbet, aki a szegényebb családoknak, és nem elég, hogy ezt elveszi adócímen ugyanúgy tőlük, hanem lényegében ugyanennyit ad az átlagkereset háromszorosával rendelkező családoknak, még pluszba is ad hozzá, tehát magyarul ezen vannak, akik még jól is járnak, de ezek viszont nagyon kevesen vannak az országban, de hát ez a Fidesz kormány sajátossága. A Fidesz szereti felhívni a figyelmet arra, hogy az elmúlt években a szocialista kormányzás alatt mennyit emelkedett a rezsiköltség, és azt szokták mondani, hogy egy évtized alatt 2-szeresére drágult az áram, és 2,5-szeresére a gáz, hogyha jól emlékszem, és hogy egyébként is Európa legdrágább rezsiköltségét fizették a magyar háztartásokban. Ugye az egy nagyon jó dolog lenne, hogyha a világpiacról beszerzett gáz és olajárát Magyarország bármely kormánya érdemben tudná befolyásolni. Ez nem lehetséges. Ez megint csak olyan szemfényvesztés, amikor erről beszélnek, amivel éppen azt akarják eltakarni, hogy egy 350 milliárd forint értékű gáztározó megvásárlása, egész pontosan ennyi pénzt adnak ki azért, ami egyébként ennek csak a töredékét éri. De a hivatkozás azért is rossz szerintem, mert ugye itt egy konkrét ügyről van szó, hanem ehelyett inkább azt kell látni, hogy a Fidesz 2010 első intézkedései és rossz mondatainak az oka is például az, hogy az euró ára 300 forint felett van tartósan. Ez a valós oka annak, hogy a rezsi
ára jelentősen növekedett, és ennek súlyos következményei lettek a családokra. Ez vonatkozik akár a devizahitelekre, hiszen ebből is jelentősen növekedett a kiadása a családoknak, és ezeknek az energia ár növekedésből szintén. Hogy mindez egyszerre olyan hatással van a családokra, hogy nem tudják befizetni. Sok millió számla van ma kifizetetlenül Magyarországon, ennek lényegében a Fidesz kormány az oka. A Fidesz kormány most viszont csökkentette valóban a rezsit, sőt alkotmányba akarják írni, hogy a rezsicsökkentésnek tartósnak kell lennie. Ráadásul bejelentette nem olyan rég Orbán Viktor, hogy elindul egy elég nagy közmű visszavásárlási hullám, sőt az új törvény, ha minden igaz, erről még nem döntött az országgyűlés, alapvetően non-profit alapra helyezni az egész ágazatot. Azt mondta nem olyan régen Tarlós István például, ami a fővárost illeti kifejezetten, hogy minden korábbi, az úgynevezett Demszki érában privatizált közmű előbb-utóbb ismét magyar tulajdonban lesz. Ugye akár melyik területét nézzük a gazdaságnak, hogyha minden olyan állami tulajdonba kerül, mint ami akár 50 évvel ezelőtt volt, és utána évtizedeken keresztül ezt próbálták üzemeltetni, én azt gondolom mindig bebizonyosodott, hogy az állam nem jó tulajdonosa ezeknek az eszközöknek, különösen egy olyan esetben, ha egy pillanatnyi visszavásárlás után azokat a fejlesztési költségeket, amelyeket meg el kell végezni, azt úgy is be kell gyűjteni valahonnét, hogy ezt adójog címen teszi meg az állam, és ilyen módon próbálja meg az energiaellátást biztosítani, mert lehet azt mondani, hogy ne legyen a dohánytrafikusokon kívül másnak 8%-os fejlesztési költségeket is biztosító eredménye a cégnek, de ezt akkor valakinek el kell végezni. Én azt gondolom, hogy ez a gondolkodás, amit itt a Fidesz végez, ez lényegében az ellátás biztonságát is kockára teszi az energiaellátásban. Az ellátás biztonságát miért? Elmaradnak azok a fejlesztéshez szükséges forrásra vonatkozó bevételek. Itt ebben az esetben új adókat kell kivetni, és az államnak majd abból kell finanszírozni. Hiszen az energiarendszerek bővítését ettől még meg kell csinálni. Ma is érzékelhető, már is sokan hívták fel a figyelmet erre, hogy ezek a szolgáltatók, akik akár a gáz, akár az elektromos energiánál vannak, vagy ezen a területen dolgoznak, igenis leépítések vannak ebben az ágazatban, új munkahelyek nem kerülnek alapításra, hanem ehelyett elbocsátásokra kerül sor. De azt mondja a Fidesz, hogy azért is jöttek rá, hogy folytatni lehet a rezsicsökkentést, mert hogy ezek a nagy energiavállalatok még mindig meglehetősen magas osztalékot fizettek az első rezsicsökkentés után is, tehát hogy volt még bőven tartalék a rendszerben. Egy dolog miatt lehet egyébként ezt kikényszeríteni. A világpiacon elindult egy például a kőolaj kitermelés keretében egy olyan új technológiának a bevezetése, ami a következő időszakra nagyon kecsegtető eredményeket mutat. És ennek alapján a világpiac arra számít, hogy egy jelentős kőolaj ár csökkenés következik be. De ez lényegében teljesen független a kormánytól, ez az árcsökkenés akkor is bekövetkezik, mint amit ma látunk például a benzinárnál, hogy ahogy a világpiac változik, hetente bejelentik, vagy valamilyen időközönként, hogy az csökkent vagy növekedett. Valami ilyesmire lehet számítani, és ezt a gazdaságpolitikáján, egy értelmes gazdaságpolitika helyett, ezt most a Fidesz egy választási anyagként, illetve ügyként kezeli most, és ennek megfelelően akarja ezt hirdetni. De hogy bocsánat, akkor most nem pontosan értem, hogy azért fizettek még mindig nagy osztalékot most a közelmúltban ezek a cégek, mert a világpiaci árak csökkenésére lehet számítani? Ez inkább a jövőre vonatkozik. De ugye az állítása a kormány részéről az, hogy hiába sanyargatták a cégeket azzal, hogy rákényszerítették őket a rezsicsökkentésre, ez nyilvánvalóan nem vitte el még a profitot sem, hiszen nagyon magas osztalékot fizettek változatlanul, tehát még mindig túl magas a nyerességességük, tehát még mindig lehet tovább csökkenteni a rezsit. Ugye ez a kormány véleménye, ehelyett inkább ugye látjuk azt, hogy ehelyett embereket bocsájtanak el, fejlesztéseket nem folytatják, és tulajdonképpen azt a szolgáltatást, amit biztosítanak, az egyre csökkentettebb mértékben jelenik meg. Na de ha ez így van, az osztalék az nyilván egy ténykérdés, akkor igen. Itt arról is lehet szó, most játszom az ördög ügyvédjét, hogy itt értékrendről van szó, ezek a
magántulajdonban lévő multinacionális cégek úgy döntenek, hogy az osztalék megtartása a lehető legfontosabb. Tehát, ha választani kell az elbocsátások és a beruházások elhalasztása és az osztalékfizetés között, akkor inkább az utóbbit fogják előtérbe helyezni. Amennyiben viszont majd állami tulajdonban lesznek ezek a vállalatok, akkor azt, ami most profitként realizálódik és osztalékként kifizették a tulajdonosoknak, azt majd bent fogják tartani a rendszerben, abból lehet tisztességesen működtetni ezeket a cégeket, és nem kell nyereséget termelni senkinek, hiszen mindannyiunké közös. Ha így lenne, akkor a postának éppen nem kellene 800 embert elbocsájtania, hiszen az évtizedek óta, vagy amióta világ a világ Magyarországon ugye az állami tulajdonban van, és ehhez képest az állam az elmúlt időszakban 800 embert bocsájtott el onnét. Tehát az az érvelés, hogy ez ilyen módon zajlik le, és az állam ezt olyan módon tudja biztosítani, hogy non-profit keret, non-profit alapon biztosítva jó szolgáltatásokat fog biztosítani, ennek vajmi kicsi az esélye, ennek az a következménye, hogy embereket kell elbocsájtani. Köszönöm szépen, hogy elmondtam mindezt. Köszönöm szépen.